Hare Krishna. Folytatjuk a Srimad Bhagavatam 7. énekének felolvasását, és a 10. fejezethez érkeztünk, melynek címe Pralád a legkiválóbb a nagy bakták között. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. 7. ének 10. fejezet Pralád a legkiválóbb a nagy bakták között. Először az előszót fogom felolvasni, utána a verseket, és amennyi idő lesz, akkor a verseket magyarázatokkal. Ez a fejezet leírja, hogyan távozott az Istenség legfelsőbb személyisége Nrisimha Dév, miután elégedettetette Pralád Maharadzsát. Beszélt arról az áldásról is, amit az Úr Síva adott. Az Úr Nrisimha Dév sorra az áldásait akarta adni Pralád Maharadzsára, ám Pralád Maharadzsa azt gondolván, hogy ezek az áldások akadályokat jelentetnek a lelki fejlődés útján, nem fogadta el egyiket sem. Ehelyett teljesen meghódolt az Úr lótuszlábának. Így szólt. Ha valaki odaadó szolgálatot végez az Úrnak, s közben saját érzékkielégítéséért imádkozik hozzá, nem lehet tiszta baktának nevezni, de még baktának sem. Kereskedő ő, akit csak az adom-veszem érdekel. Ehhez hasonlóan az a mester sem igazi mester, aki csak azután akar örömet okozni a szolgájának, hogy elfogadta a szolgálatát. Így aztán Pralád Maharadzsa semmit sem kért az Istenség legfelsőbb személyiségétől. Ehelyett azt mondta, hogy ha az Úr valóban az áldásában akarja részesíteni, akkor adja meg neki, hogy sohasem kényszerüljön arra, hogy az anyagi vágyak kedvéért fogadjon el áldásokat. Amikor valakit a kélyes vágyak ösztönöznek az odaadó szolgálatra, az mindig nagyon szembetűnő. Amint kélyes vágyak ébrednek az emberben, érzékeinek, elméjének, életének, lelkének, vallásos elveinek, türelmének, értelmének, szemérmességének, szépségének, erejének, emlékezetének és igazmondásának egyszeriben vége. Csak akkor végezhetünk tiszta odaadó szolgálatot, ha elménkben nincsen anyagi vágy. Az Istenség legfelsőbb személyiségének nagy örömet szerzett Pralád Maharadzsa vegyítetlen odaadása, mégis adott neki egy anyagi áldást, az, hogy tökéletesen boldog lesz ebben a világban, s következő életében a Vaikuntán fog élni. Megáldotta, hogy a Manvantara korszak végéig az anyagi világ királya lesz, s annak ellenére, hogy ebben a világban fog élni, lehetősége lesz rá, hogy halljon az Úr dicsőségéről, és tiszta bhakti jogában szolgálva ő teljesen átadhassa magát neki. Az Úr azt tanácsolta Praládának, hogy végezzen áldozatokat a bhakti jogán keresztül, mert ez a kötelessége egy királynak. Pralád Maharadzsa elfogadott mindent, amit az Úr ajánlott, és imádkozott hozzá, hogy szabadítsa fel apját. Válaszul az Úr megnyugtatta, hogy egy olyan tiszta bhakta családjában, mint Pralád, nem csak a bhakta apja, de 21 generációig visszamenőleg az ősatyái is mind felszabadulnak. Az Úr arra is megkérte Praládát, hogy végezze el az apja halála után szükséges rituális szertartásokat. Ekkor az Úr Brahmá, aki szintén jelen volt, számos imával fordult az Úrhoz, hogy elmondja neki, mennyire hálás azért, hogy az Úr az áldásait adta Pralád Maharadzsára. Az Úr azt tanácsolta az Úr Brahmának, hogy ne kínáljon fel semmilyen áldást az aszuráknak, ahogy Hiranyakasipu esetében tette, mert ezzel csak elrontja őket. Ezek után az Úr Nrisimha Dév távozott. Az Úr Brahmá és Szukrácsárja még azon a napon a világ trónjára ültették Pralád Maharadzsát. Így jellemezte Nárada Muni Pralád Maharadzsát Yudhisthira Maharadzsának, tehát így jellemezte Nárada Muni Pralád Maharadzsát Yudhisthira Maharadzsának, és azt is elmesélte neki, hogyan pusztította el az Úr Rámacsandra Rávanát, s hogyan halt meg Sisupála és Dantavakra a Dvápara Júgában. Sisupála az Úr létébe merült, és így elérte a Sayujjya Muktit. Nárada Muni aztán magasztalni kezdte Yudhisthira Maharadzsát, mert a legfelsőbb Úr, Krishna, a pándavák legkiválóbb jóakarója és barátja volt, és szinte mindig a házukban vendégeskedett. A pándavák tehát szerencsésebbek voltak Pralád Maharadzsánál. Nárada Muni később elmondta, hogyan építette fel Maya Dánava démon Tripurát a démonok számára, akik nagyon megerősödtek, s legyőzték a félisteneket. E vereség miatt az Úr Rudra, Shiva, földig rombolta Tripurát, s így vált híressé, mint Tripa
Tripurári. Ennek köszönhetően a félistenek nagyra becsülik és imádják Rudrát. Ezzel az elbeszéléssel zárul a fejezet. Mostantól kezdődnek a versek. A Szent Nárada Muni folytatta. Pralád Maharadzsa csak egy kisfiú volt, de amikor hallotta, milyen áldásokat ajánl fel neki az úr Niszimhadéva, úgy gondolta, ezek akadályokat jelentenek az odaadó szolgálat útján. Emiatt aztán kedvesen elmosolyodott, és így szólt. Pralád Maharadzsa így szólt. Kedves uram, Istenség legfelsőbb személyisége! Ateista családban születtem, ezért természetemnél fogva vonzódom az anyagi élvezetekhez. Kérlek hát, ne kísérts engem ezekkel az illúziókkal. Nagyon félek az anyagi feltételektől, és szeretnék megszabadulni a materialista élettől. Ezért kerestem oltalmat lótuszlábadnál. Ó, imádott uram! A kélyes vágyak magja, ami az anyagi lét legfőbb oka, mindenki szívében ott van, ezért elküldtél ebbe az anyagi világba, hogy megnyilvánítsam egy tiszta bakta jellemzőit. Másképp, ó uram, ó egész világ legfelsőbb tanítója, olyan kedves vagy baktáthoz, hogy sohasem próbálnád valami olyanra rávenni, ami nem hasznos a számára. Ezzel szemben, aki az odaadó szolgálatért viszonzásképpen anyagi áldásra vágyik, az nem lehet tiszta baktád, s az ilyen ember nem több kereskedőnél, aki szolgálatért cserében nyereségre vágyik. Az a szolga, aki anyagi hasznot akar a mesterétől, nem egy jó szolga vagy tiszta bakta. Éppen így az a mester, aki csupán arra vágyva részesíti áldásokban a szolgáját, hogy megőrizze a tekintélyét, szintén nem egy tiszta mester. Ó, uram, érdek nélkül szolgálak, s örök mesterem vagy. Nincs szükség arra, hogy bármi mások legyünk, mint mester és szolga. Természetes, hogy a mesterem vagy, és természetes, hogy én a szolgád vagyok. Nincs más kapcsolat közöttünk. Ó, uram, legkiválóbb áldásadó. Ha valóban egy kívánatos áldásban akarsz részesíteni, akkor azért imádkozom hozzád, hogy szívem mélyén ne legyenek anyagi vágyak. Ó, uram, az emberben születése pillanatától kélyes vágyak élnek, és ez legyőzi érzékei, elméje, élete, teste, vallása, türelme, értelme, szemérmessége, gazdagsága, ereje, emlékezete és igazmondása minden működését. Ó, uram, amikor az emberi lény képes lemondani minden anyagi vágyról az elméjében, alkalmassá válik arra, hogy olyan gazdagsággal és kincsekkel rendelkezzen, mint te. Ó, uram, hat fenséggel teljes, ó, legfelsőbb személy, ó, legfelsőbb lélek, minden gyötrelem elpusztítója, ó, legfelsőbb személy, egy csodálatos oroszlán és ember formájában, hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat neked. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Kedves Praládám, a hozzád hasonló bakták sohasem vágynak semmiféle anyagi kincsre, sem ebben az életükben, sem a következőben. Mégis azt parancsolom neked, hogy a démonok királyaként élvezd kincseiket az anyagi világban egészen Manu életének végéig. Nem számít, hogy az anyagi világban élsz. Örökké szünet nélkül hallgass az általam adott tanításokat és üzeneteket, és mindig mélyedj el a rólam szóló gondolataidban, mert én vagyok a mindenki szíve mélyén létező felső lélek. Hagyj fel hát a gyümölcsöző cselekedetekkel, és imádj engem. Kedves Praládám, amíg az anyagi világban leszel, jámbor cselekedeteid valamennyi visszahatását kimeríted majd azzal, hogy boldogan élsz, és jámbor tetteiddel ellensúlyozni fogod a bűnös tetteket. A hatalmas időtényező hatására búcsút veszel majd testettől, ám tetteid dicsőségéről a felső bolygórendszerekben fognak énekelni, te pedig minden köteléktől tökéletesen megszabadulva hazatérsz vissza Istenhez. Aki mindig cselekedeteidre is az én cselekedeteimre gondol, és aki mindig énekli azokat az imákat, melyeket te mondtál el, az idővel megszabadul az anyagi tettek visszahatásaitól. Pralád Maharadzsa így szólt, ó legfelsőbb úr, mivel oly kegyes vagy az elesett lelkekhez,
Kérek tőled csupán egyetlen áldást. Tudom, hogy apám a halála idején megtisztult, hiszen rávetetted pillantásodat. De nem ismerte csodálatos hatalmad és felsőbbrendűséged. Ezért minden ok nélkül haragot táplált irántad, mert azt hitte, te ölted meg a fivérét. Nyíltan gyalázott téged, minden élőlény lelki tanítómesterét, és ezzel súlyos bűnt követett el ellenem, Baktád ellen. Szeretném, ha bocsánatot nyerne vétkeiért. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Kedves Praládám, ó legtisztább, ó nagy szent! Apád megtisztult, családod 21 ősatyával együtt. Amiatt, hogy ebben a családban jöttél a világra, az egész dinasztia megtisztult. Bárhol és bármikor éljenek békés, egyenlő szemléletű bakták, akik szépen viselkednek, s akiket jó tulajdonságok ékesítenek, az a hely és azok a családok még akkor is megtisztulnak, ha kárhozatra vannak ítélve. Kedves Praládám, Daitják királya, az én baktám amiatt, hogy ragaszkodik odaadó szolgálatomhoz, nem tesz különbséget alacsonyabb és magasabb rendű élőlények között. Soha semmilyen tekintetben nem irít senkire. Akik példádat követik, azok mind természetes módon tiszta baktáim lesznek. Baktáim között te vagy a legkiválóbb, s mindenkinek a te nyomdokaidat kell követnie. Kedves gyermekem! Apád már attól megtisztult, hogy a halála pillanatában a testem hozzáért. A gyermeknek azonban az a kötelessége, hogy apja halála után elvégezze a Shraddha rituális szertartást, hogy apja felemelkedvén egy olyan bolygórendszerbe kerülhessen, ahol jó polgár és jó bakta lehet. A rituális szertartások elvégzése után vetkezed be apád birodalmának irányítását. Foglald el a trónt, és ne hagyd, hogy az anyagi cselekedetek megzavarjanak. Elmédet függeszd rám. A formaság kedvéért végezheted kötelességeidet, anélkül, hogy megszegnéd a védák parancsolatait. Sri Narada Muni folytatta. Prahlád Maharadzsa az Istenség legfelsőbb személyisége parancsának megfelelően elvégezte apjáért a rituális szertartásokat. Ó Yudhisthira király, a brámanák irányításával aztán Prahlád Maharadzsát Hiranyakasipu birodalmának trónjára emelték. A többi félisten koszorújában az Úr Brahmá arca ragyogott, mert az Úr elégedett volt. Transzcendentális szavakkal aztán imádkozni kezdett az Úrhoz. Az Úr Brahmá így szólt. Ó Urak, legfelsőbb Ura, univerzum birtokosa, ó te, aki minden élőlényre áldást adsz, ó eredeti személy, Ádi Purusa. Nagy szerencsénkre elpusztítottad ezt a bűnös démont, aki az egész univerzumot háborgatta. Ez a démon, Hiranyakasipu, azt az áldást kapta tőlem, hogy egyetlen általam teremtett élőlény se pusztíthassa el. Így aztán amiatt, hogy biztonságban érezte magát, és amiatt, hogy rendkívül büszke volt lemondásaiból és misztikus hatalmából nyert erejére, megszegte a védák minden parancsolatát. Nagy szerencse, hogy Hiranyakasipu fia, Prahlád Maharadzsa kiszabadult a halál torkából, hiszen annak ellenére, hogy még gyerek, nagy bakta, most teljes mértékben lótuszlábad oltalmát élvezi. Kedves Uram, ó Istenség legfelsőbb személyisége, te vagy a legfelsőbb lélek. Ha valaki transzcendentális testeden meditál, természetes módon megvéded őt a félelem minden forrásától, még a halál fenyegető veszélyétől is. Az Istenség legfelsőbb személyisége így válaszolt. Kedves Úr Brahmám, ó hatalmas Úr, aki a lótuszvirágból születtél. Ahogyan veszélyes egy kígyót tejjel táplálni, úgy veszélyes megáldani a démonokat is, akik természetüknél fogva kegyetlenek és irigyek. Óva intelek, hogy soha többé ne adj egyetlen démonnak se ilyen áldásokat. Narada Muni folytatta. Ó Yudhisthira király, így szólt Brahmá okulására az Istenség legfelsőbb személyisége, akit a közönséges emberi lények nem láthatnak, majd miközben az Úr Brahmá imádta őt, távozott. Prahlád Maharadzsa ezután imádatot és imákat ajánlott fel valamennyi félistennek, köztük az Úr Brahmának, Sívának és a Prajápatiknak, akik mind az Úr részei. Ezután Sukrácsárjával és a többi szenttel együtt az Úr Brahmá, akinek trónja a lótuszvirág,
Praládát az univerzum valamennyi démonjának és óriásának királyává koronázta. Ó, Judistír király, miután Pralád Maharadzsa illendően imádta őket, a Brahmá vezette félistenek a legnagyobb áldásokat ajánlották fel neki, majd visszatértek saját birodalmaikba. Így pusztultak el az Úr Vishnu társai, akik Hiranyáksaként és Hiranyakasipuként megjelentek, Ditti fiai. Megjelenve Ditti fiai lettek, bocsánat. Tehát így pusztultak el az Úr Vishnu társai, akik Hiranyáksaként és Hiranyakasipuként megjelenve, Ditti fiai lettek. Az illúzió hatás alatt úgy gondolkodtak, hogy a legfelsőbb úr, aki mindenki szívében jelen van, az ellenségük. A brámanák átkának köszönhetően az úr két társa ismét megszületett, ez alkalommal, mint Kumbhakarna és a tízfejű Rávana. Ezt a két rákszaszát az úr Rámacsandra rendkívüli hatalma pusztította el. Az úr Rámacsandra nyilaitól átlőve Kumbhakarna és Rávana elestek, s mélyen az úrra gondolva, pontosan úgy, ahogy előző életükben Hiranyáksaként és Hiranyakasipuként tettek, elhagyták testüket. Aztán ismét világra jöttek az emberi társadalomban, mint Sisupála és Dantavakra, és továbbra is ellenségként tekintettek az úrra. Ők voltak azok, akik szemed láttára az úr testébe merültek. Nem csak Sisupála és Dantavakra érték el a felszabadulást a haláluk pillanatában, de sok-sok más király is, akik Krisna ellenségeiként cselekedtek. Mivel az úrra gondoltak, ugyanolyan lelki testet és formát kaptak, mint amilyen az úré, ahogyan azok a férgek, melyeket a fekete méh rabulejt, szintén méh testbe kerülnek. Az odaadó szolgálat révén a tiszta bakták, akik szüntelenül az Istenség legfelsőbb személyiségére gondolnak, az övéhez hasonló testet kapnak. Ezt Sarupya Muktinak hívják. Noha Sisupála, Dantavakra és a többi király ellenségükként gondoltak Krisnára, ők is ugyanazt az eredményt érték el. Kérdésedre elmondtam neked mindent arról, hogyan érték el a felszabadulás Sisupála és a többiek, noha ellenségesek voltak. Ebben az elbeszélésben, amely Krisnáról az Istenség legfelsőbb személyiségéről szólt, az Úr számos kiterjedéséről vagy inkarnációjáról beszéltem, és elmondtam azt is, hogyan pusztult el a két démon, Hiranyáksa és Hiranyakasipu. Ez az elbeszélés a nagy és kiváló bakta Pralád Maharadzsa jellemzőiről, rendíthetetlen odaadó szolgálatáról, tökéletes tudásáról szól, valamint elmondja róla, hogy tökéletesen mentes az anyagi szennyeződéstől. Leírja azt is, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége a teremtés, a fenntartás és a megsemmisülés oka. Pralád Maharadzsa imáiban az Úr transzcendentális tulajdonságairól beszélt, és arról, hogy csupán az Úr irányításával hogyan semmisülnek meg a félistenek és démonok birodalmai, független attól, hogy milyen anyagi gazdagság jellemzi őket. Azokat a vallásos elveket, amelyek révén az ember valóban megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét, Bhagavata Dharmának nevezik. Ez az elbeszélés tehát, amely ezekről az elvekről szól, helyesen írja le a valódi transzcendenst. Aki meghallgatja vagy elmondja ezt az elbeszélést, amely az Istenség legfelsőbb személyisége, Vishnu mindenhatóságáról szól, kétségtelenül megszabadul az anyagi kötelékektől. Pralád Maharadzsa a legkiválóbb volt a nagy bakták között. Mindazok, akik nagyon figyelmesen hallgatják ezt az elbeszélést, amely Pralád Maharadzsa tetteiről, Hiranyakasipu elpusztításáról és az Istenség legfelsőbb személyisége, Nriszimhadév cselekedeteiről szól, biztos, hogy eljutnak a lelki világba, ahol nincsen aggodalom. Nárada Muni folytatta. Kedves Judistira Maharadzsám, ti, a pándavák, mind rendkívül szerencsések vagytok, mert az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna éppen úgy él palotátokban, mint egy emberi lény. A nagy szentek nagyon jól tudják ezt, ezért mindig ellátogatnak hozzátok. A személytelen Brahman maga Krisna, mert Krisna a személytelen Brahman forrása. Ő az eredete a transzcendentális boldogságnak, melyet a nagy szentek keresnek.
Ám ő, a legfelsőbb személy mégis a legkedvesebb barátotok és örök jóakarótok, akit belsőséges kapcsolat fűz hozzátok anyai nagybátyjátok fiaként, sőt a testetek, lelketek ő. Imádatra méltó mégis szolgátokként és néha lelki tanítómesteretekként cselekszik. Tehát imádatra méltó mégis szolgátokként és néha lelki tanítómesteretekként cselekszik. Még olyan kiváló személyiségek, mint az Úr Shiva és az Úr Brahma sem tudták megfelelően meghatározni az Istenség legfelsőbb személyiségéről, Krisnáról szóló igazságot. Bárcsak elégedett lenne velük az Úr, akit a meditáló, a némasági fogadalmát betartó, odaadó szolgálatot és lemondást végző nagyszentek mindig valamennyi bakta védelmezőjeként imádnak. Kedves Yudhisthir királyom, réges-régen egyszer egy Maya Dánava nevezetű démon, aki nagyon jártas volt a műszaki tudományban, alásta az Úr Shiva hírnevét. Krisna, az Istenség legfelsőbb személyisége azonban megmentette az Úr Shivát ebben a helyzetben. Yudhisthir Maharaja így szólt. Mi okból tépázta meg Maya Dánava, démon, az Úr Shiva hírnevét? Hogyan mentette meg az Úr Krisna az Úr Shivát, és hogyan szerzett ismét jó hírnevet neki? Kérlek, beszélj ezekről az eseményekről. Narada Muni így szólt. Amikor a félistenek, akik az Úr Krisna kegyéből mindig nagyon erősek, az aszurákkal harcoltak, az aszurák vereséget szenvedtek, és ezért Maya Dánavánál, a legmagasabb démonnál, a leghatalmasabb démonnál kerestek oltalmat. Maya Dánava, a démonok hatalmas vezére, három láthatatlan várost épített, s a démonoknak adta őket. Aranyból, ezüstből és vasból készült repülőkre hasonlítottak, s nem mindennapi berendezéseket tartalmaztak. Kedves Yudhisthir királyom, e három városnak köszönhetően a démonok vezérei láthatatlanok maradtak a félistenek szemei számára. A démonok nyomban éltek a lehetőséggel is korábbi ellenségeskedésükre emlékezve, pusztítani kezdték a három világot, a felső, a középső és az alsó bolygórendszereket. Amikor aztán a démonok pusztítani kezdték a felső bolygórendszereket, e bolygók uralkodói az Úr Shiva színe elé járultak. Teljesen meghódoltak neki, és így szóltak, kedves úrunk, mi a három világ félistenei, a halál küszöbén állunk. A követőid vagyunk, kérlek, ments meg bennünket. A hatalmas és rendkívül ügyes Úr Shiva megnyugtatta őket, és így szólt, ne féljetek. Aztán íjjába illesztette nyileit, majd kilőtte őket a démonok lakta három város irányába. Az Úr Shiva nyilvesszői, melyeket kilőtt, olyanok voltak, mint a napkorongból áradó tüzes fénysugarak, és eltakarták a három repülő várost, melyeket így többé nem lehetett látni. Amikor az Úr Shiva arany nyilai rájuk támadtak, a három város lakói, a démonok mindannyian holtan estek össze. A nagy misztikus Maya Dánava ekkor egy nektárral teli kútba dobta őket, amelyet ő maga teremtett. Amikor a démonok halott este a nektárhoz ért, többé a mennykő sem győzhette le őket. Hatalmas erővel megáldva úgy keltek életre, mint a villámlás, amely áthatol a felhőkön. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Vishnu látta, hogy az Úr Shiva nagyon elkeseredett és csalódott, töprengeni kezdett, hogyan vessen véget a Maya Dánava okozta az űrzavarnak. Ekkor az Úr Brahma egy borjúvá, az Úr Vishnu pedig egy tehénné változott. Délben besétáltak a városokba, és kiitták a nektárt a kútból. A démonok látták a borjat és a tehenet, de az illúzió miatt, amelyet az Istenség legfelsőbb személyiségének energiája teremtett, nem tudtak az útjukba állni. Amikor Maya Dánava, a nagy misztikus megtudta, hogy a borjú és a tehén megitták a nektárt, megértette, hogy a gondviselés láthatatlan hatalmával áll szemben. Így aztán a démonokhoz fordult, akik igencsak búnak eresztették a fejüket. Maya Dánava így szólt. Amit a legfelsőbb úr rendel el az ember számára, mások számára vagy mindannyiunknak, az senki nem teheti meg nem történté, legyen akár félisten, akár démon, akár emberi lény, akár bármi más. Ezt még egyszer. Tehát Maya Dánava így szólt. Amit a legfelsőbb úr rendel el az ember számára, mások számára, vagy mindannyiunknak, az senki nem teheti meg, nem történté, legyen akár félisten, akár démon, akár emberi lény, akár bármi más. Meg nem történté.
Nárada Muni folytatta. Ezután az Úrkrisna személyes energiája révén, ami vallásból, tudásból, lemondásból, gazdagságból, vezeklésből, műveltségből és cselekedetekből áll, ellátta az Úr Sivát mindennel, amire szüksége volt. Harci szekérrel, szekérhajtóval, zászlóval, lovakkal, elefántokkal, íjjal, pajzsal és nyilvesszőkkel. Amikor az Úr Siva eképpen felfegyverkezve magát, nyilaival és íjjával a kezében harci szekerére ült, hogy megküzdjön a démonokkal. Kedves Yudhisthira királyom, a leghatalmasabb Úr Siva megfeszítette íját, és délben lángra lobbantotta a démonok három városát, elpusztítva valamennyit. A felső bolygórendszerek rakói repülőiken az égen szállva megszólaltatták számtalan üsdobjukat. A félistenek, a szentek, a piták, a szíthák és a különféle nagy személyiségek virágesőt szórtak az Úr Siva fejére, és győzelmet kívántak neki, az abszalák pedig nagy örömükben énekelni kezdtek és táncra perdültek. Ó, Yudhisthira király, az Úr Sivát azóta Tripuráriként, a démonok három városának megsemmisítőjeként ismerik, amiatt, hogy porrá égette valamennyit. Miután a félistenek az Úr Brahmá vezetésével imádták őt, az Úr Siva visszatért birodalmába. Az Úr Sri Krishna emberi lényként jelent meg, mégis számtalan rendkívüli és csodálatos kedvtelés mutatott be saját energiáján keresztül. Mi mást mondhatnék tetteiről azon kívül, amit már a nagy szentek elmondtak? Cselekedetei mindenkit megtisztítanak, aki egyszerűen csak megfelelő forrásból hall róluk. Most kezdődik a versek. 10. fejezet. Prahlád a legkiválóbb a nagy bakták között. Első vers. A Szent Nárada Muni folytatta. Prahlád Maharadzsa csak egy kisfiú volt, de amikor hallotta, milyen áldásokat ajánl neki az Úr Nisszimhadév, úgy gondolta, ezek akadályokat jelentenek az odaadó szolgálat útján. Emiatt aztán kedvesen elmosolyodott és így szólt. Magyarázat. Az odaadó szolgálat végső célja nem az, hogy anyagi eredményeket érjünk el. Az odaadó szolgálat végső célja az Isten iránti szeretet elérése. Ez az oka, hogy Prahlád Maharadzsa, Dhruva Maharadzsa, Ambarisa Maharadzs, Yudhisthira Maharadzs és rajtuk kívül sok más bakta király, annak ellenére, hogy hatalmas anyagi gazdagsággal rendelkeztek, vagyonukkal nem a saját érzékkielégítésüket, hanem az urat szolgálták. Természetesen, ha valaki gazdag, az mindig veszélyes dolog, mert hatására elfordulhat az odaadó szolgálattól. Tehát természetesen, ha valaki gazdag, az mindig veszélyes dolog, mert hatására elfordulhat az odaadó szolgálattól. Egy tiszta baktát, anyábilásítá sunyám, azonban sohasem vezet tévútra a gazdagság. Éppen ellenkezőleg, mindenét 100%-osan az Úr szolgálatában használja fel. Amikor valakit az anyagi kincsek elcsábítanak, gazdagságára úgy tekinthetünk, hogy májá küldte a számára, amikor azonban minden vagyonát teljes mértékben a szolgálatban használja fel, akkor az Isten ajándéka, azaz olyan lehetőség, melyet Krisna adott, hogy az ember még több odaadó szolgálatot tudjon végezni. Második vers. Prahlád Maharadzsa így szólt. Kedves Uram, ó Istenség legfelsőbb személyisége! Ateista családban születtem, ezért természetemnél fogva vonzódom az anyagi élvezethez. Kérlek hát, ne kísérts engem ezekkel az illúziókkal. Nagyon félek az anyagi feltételektől, és szeretnék megszabadulni a materialista élettől. Ezért kerestem oltalmat lótuszlábadnál. Magyarázat. A materialista élet azt jelenti, hogy ragaszkodunk a testhez és mindenhez, ami kapcsolatban áll vele. Ennek a ragaszkodásnak az alapját az érzékkielégítéshez, főként pedig a szexuális élvezethez fűződő kélyes vágyak jelentik. Kamais tais tair hrita gyana. Ha valaki túlságosan ragaszkodik az anyagi élvezethez, elveszti minden tudását. Hrita gyana. A Bhagavad Gita elmondja, hogy akik az anyagi élvezethez kötődnek, azok többnyire hajlanak arra, hogy a félisteneket imádják a különféle anyagi javak reményében.
leggyakrabban Durgá istennő és az úr Shiva imádatához ragaszkodnak, mert ez a transzcendentális pár minden anyagi gazdagságot képes megadni híveinek. Prahlád Maharadzsa azonban teljesen közömbös volt minden anyagi élvezet iránt, ezért az úr Niszimhadéva lótuszlábánál keresett oltalmat, s nem valamelyik félisten lábaihoz fordult menedékért. Tudnunk kell, hogy ha valóban ki akarunk szabadulni az anyagi világból, ha meg akarunk szabadulni a háromféle gyötrelemtől, és a Jamma Mrityu Jara Vyaditól, a születéstől, a haláltól, az öregkortól és a betegségektől, akkor menedéket kell keresnünk az Istenség legfelsőbb személyiségénél, mert nélküle lehetetlen megszabadulni a materialista élettől. Az ateisták nagyon ragaszkodnak az anyagi élvezethez, ezért ha lehetőségük nyílik arra, hogy egyre több anyagi élvezethez jussanak, élnek az alkalommal. Prahlád Maharadzsa azonban nagyon óvatos volt ebben a tekintetben. Noha egy materialista apától született, bakta volt, és így nem voltak anyagi vágyai. Anyábilásítá szunnyám. Harmadik vers. Ó, imádott Uram! A kélyes vágyak magja, ami az anyagi lét legfőbb oka, mindenki szívében ott van, ezért elküldtél ebbe az anyagi világba, hogy megnyilvánítsam egy tiszta bakta jellemzőit. Magyarázat. A bakti rasamrita szindúban alapos leírást találhatunk a Nitya Siddha és a Sadhana Siddha baktákról. A Nitya Siddha bakták a Vaikunthtáról érkeznek az anyagi világba, hogy személyes példájukkal arra tanítsák az embereket, hogyan legyenek bakták. Az anyagi világban lakó élőlények tanulhatnak ezektől, a Nitya Siddha baktáktól, s így felébredhet bennük a vágy, hogy hazatérjenek vissza Istenhez. Na, Nisima megjött. Jó, van, onnan is hallod, igen, mennyi lesz, szia. Bocsánat. Nem sokszor hallott, hogy Nisima is ugyanúgy hívja a macskát. De egyébként csak itt szokott lenni. Nem szokott följönni. Hát én ezt most túlélkezem ezt a részt, mert elfejtettem és hol tartottam. Tehát magyarázat. A materialista élet azt jelenti, hogy ragaszkodunk a testhez és mindenhez, ami kapcsolatban áll vele. Ennek a ragaszkodásnak az alapját az érzékkielégítéshez, főként pedig a szexuális élvezethez fűződő kélyes vágyak jelentik. Kamaisztáisztáír hitágyána, ha valaki túlságosan ragaszkodik az anyagi élvezethez, elveszíti minden tudását. Már igen, ezen megvoltunk. Mit van, hazatérünk vissza Istenhez. Bocsánatot kérek, elnézést. A Nitya Siddha Bhakta az Istenség legfelsőbb személyisége parancsára jön el Vaikunthtáról és mutatja meg példájával, hogyan kell tiszta baktává válni. Anyábilásítá szunnyám. Noha eljön az anyagi világba, az anyagi élvezet sohasem csábítja. A legtökéletesebb példa erre Prahlád Maharadzsa, aki Nitya Siddha volt, egy Mahábhágavata bakta. Noha a Hiranyakasipu családjában született, aki ateista volt, sohasem ragaszkodott semmiféle anyagi élvezethez. Az úr arra vágyott, hogy Prahlád Maharadzsa mutassa meg, milyen egy tiszta bakta, ezért megpróbálta rávenni, hogy fogadja el az anyagi áldásokat. Prahlád Maharadzsa azonban nem fogadott el semmit, hanem saját példájával megmutatta, melyek a tiszta bakta jellemzői. Maga az úr tehát nem vágyik arra, hogy elküldje tiszta baktáját az anyagi világba, és a baktának sincs semmilyen anyagi célja azzal, hogy eljön. Amikor az úr maga jelenik meg inkarnációként az anyagi világban, nem csábítja el őt az anyagi atmoszféra, és nem kerül kapcsolatba az anyagi tettekkel sem, példájával mégis arra tanítja a közönséges embereket, hogyan legyenek bakták. Az a bakta, aki a legfelsőbb úr parancsára jön ide, szintén személyes viselkedésével mutatja meg, hogyan kell tiszta baktává válni. A tiszta bakta tehát igazi példakép minden élőlény, még az úr Brahmá számára is. Negyedik vers. Másképp, ó Uram, ó egész világ legfelsőbb tanítója, olyan kedves vagy baktáthoz, hogy sohasem próbálnád valami olyanra rávenni, ami nem hasznos a számára. Ezzel szemben, aki az odaadó szolgálatért viszonzásképpen anyagi áldása vágyik, az nem lehet tiszta baktád, és az ilyen ember nem több kereskedőnél, aki szolgálatáért cserébe nyereségre vágyik. Magyarázat.
Néha találkozunk olyan emberekkel, akik azért fordulnak egy baktához, vagy azért jönnek el az Úr templomába, hogy valamiféle anyagi haszonra tegyenek szert. Ez a vers az ilyen embereket kereskedőknek nevezi. A Bhagavad Gita az ártó Jignasur Artariról beszél. Az ártá szó arra az emberre utal, akit testi szenvedés kínoz, az ártárti pedig arra, aki pénzszűkében van. Mindketten arra kényszerülnek, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségéhez forduljanak, hogy az Úr áldását elnyerve enyhüljön a szenvedésük, vagy pénzhez jussanak. Szukritinek, jámbornak nevezik őket, mert gyötrelmeik közepette, vagy pénz hiányában a legfelsőbb úrhoz fordultak. Ha valaki nem jámbor, nem tud az Istenség legfelsőbb személyisége felé fordulni. A jámbor ember szertehet ugyan valamilyen anyagi nyereségre, ám akit az anyagi haszon érdekel, nem lehet tiszta bakta. Amikor egy tiszta bakta anyagi kincseket kap, ez nem jámbor tetteinek, hanem az Úrnak végzett szolgálatának köszönhető. Aki odaadó szolgálatot végez, az természeténél fogva jámbor. A tiszta bakta tehát anyábilaszita szunnyám. Nem vágyik anyagi haszonra, s az Úr sem ösztönzi arra, hogy igyekezzen anyagi nyereségre szert tenni. Amikor a baktának szüksége van valamire, az Istenség legfelsőbb személyisége megadja neki. Jógak sémám, vahámi aham. A materialisták néha elmennek a templomba, hogy virágot és gyümölcsöt ajánljanak fel az Úrnak, mert a Bhagavad Gita-ból megtanulták, hogy egy bakta egy kevés virággal és gyümölcsel kedveskedik az Úrnak, az Úr elfogadja felajánlását. A Bhagavad Gita-ban 9.26 az Úr így szól. Idézet. Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, virágot, gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, én elfogadom azt. Aki tehát kereskedőként gondolkodik, az úgy véli, hogy ha anyagi áldáshoz, például tengernyi pénzhez juthat azzal, hogy egyszerűen csak felajánl egy kevés gyümölcsöt és virágot, az egy jó üzlet. Az ilyen embereket nem tekinthetjük tiszta baktáknak. Vágyaik nem tiszták, ezért még mindig csak kereskedők, annak ellenére, hogy templomba járnak és így baktáknak mutatják magukat. Sarvopádi vinirmuktam tatparatvéna nirmalam. Csak akkor tisztulhat meg valaki, amikor teljesen megszabadult az anyagi vágyaktól, és csak ebben a tiszta állapotban szolgálhatja az Urat. Hrisikéna Hrisikésha Sevanam Bhaktir Ucyate. Ez a tiszta odaadás szintje. 5. vers. Az a szolga, aki anyagi hasznot akar a mesterétől, nem egy jó szolga vagy tiszta bakta. Éppen így az a mester, aki csupán arra vágyva részesíti áldásokban a szolgáját, hogy megőrizze a tekintélyét, szintén nem egy tiszta mester. Magyarázat. A Bhagavad Gita 7.20 kijelenti. Kamais tais tair hitagyának prapadyante anya devata. Akiket az anyagi vágyak megfosztottak értelmüktől, meghódolnak a félistenek előtt. Egy félisten nem lehet mester, hiszen az Istenség legfelsőbb személyisége az igazi mester. A félistenek tekintélyes pozíciójuk megőrzése érdekében megadják imádóiknak mindazt, amire vágynak. Egyszer például az történt, hogy egy aszura azt az áldást kapta az Úr Sivától, hogy bárkit megölhet azzal, hogy a kezét a fejére teszi. Ilyen áldásokat kaphatunk a félistenektől. Ha azonban valaki az Istenség legfelsőbb személyiségét imádja, az Úr sohasem ad neki efféle elítélendő áldásokat. Ennek éppen az ellenkezője történik, ahogy a Srimad Bhagavatam 10.88.8 elmondja. Yasyaham anugrihnami harishye tad dánam sanai. Ha valaki túlságosan anyagi felfogású, ám ugyanakkor szeretne a legfelsőbb Úr szolgája lenni, az Úr amiatt, hogy végtelenül könyörületes baktájához, elveszi tőle minden anyagi gazdagságát, és ezzel arra kényszeríti, hogy tiszta baktájává váljon. Pralád Maharaja különbséget tesz a tiszta bakta és a tiszta mester között. Az Úr a tiszta mester, a legfelsőbb mester, az anyagi szándékok nélküli tiszta bakta pedig a tiszta szolga. Akinek anyagi céljai vannak, abból nem válhat szolga, s aki nem kívánatos áldásokat ad szolgájának, hogy megőrizze tekintélyes helyzetét, az nem igazi mester. 6. vers. Ó Uram, érdek nélkül szolgálok, s örök mesterem vagy. Nincs szükség arra, hogy bármi mások legyünk, mint mester és szolga. Természetes, hogy a mesterem vagy, és természetes, hogy én a szolgád vagyok. Nincs más kapcsolat közöttünk. Magyarázat. Jivera asvarupa haya.
Krisnéra Nitya Dásza. Mondja a Sri Chaitanya Mahaprabhu, minden élőlény örökké a legfelsőbb úr, Krishna szolgája. Az Úr Krishna a Bhagavad Gítában 5.29 így szól. Bhaktaram Yagyal Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Én vagyok minden bolygó tulajdonosa, és én vagyok a legfelsőbb élvező. Ez az Úr természetes helyzete, még az élőlényé az, hogy meghódol neki. Sarvadharmam Paritrajyamam Ekam Saranam Vraja. Ha ez a kapcsolat megmarad, akkor a mestert és a szolgált örökre a valódi boldogság fűzi össze. Sajnos, amikor ez az örök kapcsolat megszakad, az élőlény függetlenül akar boldog lenni, és azt gondolja, hogy a mester a parancsai végrehajtója. Ez nem vezet a boldogságához. A mesternek nem szabad teljesítenie szolgája vágyait. Ha megteszi, nem igazi mester. Az igazi mester parancsot ad. Tedd ezt, a valódi szolga pedig azonnal engedelmeskedik. Ahol ez a kapcsolat nincs meg a legfelsőbb úr és az alárendelt élőlény között, ott nem lehet valódi boldogság. Az élőlény ásraja, örökké alárendelt, az Istenség legfelsőbb személyisége pedig visaja, a legfelsőbb cél, az élet célja. Az anyagi világ csapdájába esett szerencsétlen emberek nem tudják ezt. Na te vidu, svarta gatin, hi visnum. Az anyagi energia illúzióba ejti őket, és így az anyagi világban senki sincs tisztában azzal, hogy az élet egyetlen célja, hogy közel kerüljünk az Úr Visnuhoz. A Padma Puránában az Úr Shiva elmagyarázza a feleségének, Parvatinak, Durga istennőnek, hogy az élet legfőbb célja elégedetté tenni az Úr Visnut, aki csak akkor válik elégedetté, ha szolgálja elégedet. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezért azt tanítja, Gopi Bartur Pada Kamalayor Dasa Dasanuh Dasa. A szolga szolgájává kell válnunk. Prahlád Maharaja szintén azért imádkozott az Úr Nisimha Dévához, hogy az Úr szolgájának a szolgája lehessen. Ez az odaadó szolgálat előírt módszere. Amint a bakta azt akarja, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége teljesítse az ő parancsait, az Úr azonnal visszautasítja, hogy az ilyen érdekből szolgáló bakta mestere legyen. A Bhagavad Gítában 4.11 az Úr azt mondja, Yeyathamam prapadyante tamstataiva bhajami aham. Mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. A materialisták általában anyagi haszonra vágynak. Amíg valaki megmarad ebben a torz helyzetben, nem kapja meg azt az áldást, hogy hazatérhessen vissza Istenhez. 7. vers. Ó Uram, legkiválóbb áldásadó! Ha valóban egy kívánatos áldásban akarsz részesíteni, akkor azért imádkozom hozzád, hogy szívem mélyén ne legyenek anyagi vágyak. Magyarázat. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu megtanította nekünk, hogyan imádkozzunk áldásokért az Úrhoz. Na dánam, na dzsánam, na szundarim, kavítam va jagad isá kamáje, máma dzsánmáni, dzsánmáni, Svare, Bak Vatád, Baktír, Ahaituki, Tvai. Ó Uram, nem akarok tőled sem vagyont, sem sok követőt, sem szép feleséget, mert ezek mind anyagi vágyak. De ha áldást kell kérnem tőled, azért imádkozom, hogy bármilyen testben, bármilyen körülmények között szülessek meg, ne fossz meg transzcendentális odaadó szolgálatottól. A bakták mindig a pozitív síkon állnak, ellentétben a májavádikkal, akik mindent személytelenné vagy üressé akarnak tenni. Az ember nem maradhat üres, szunnyavádi. Kell, hogy legyen valamilyen. Éppen ezért a pozitív oldalon a bakta rendelkezni akar valamivel. Prahlád Maharaja nagyon szépen leírja ezt, amikor így szól. Ha el kell fogadnom valamilyen áldást tőled, azért imádkozom, hogy a szívem mélyén ne legyenek anyagi vágyak. Az a vágy, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségét szolgáljuk, egyáltalán nem anyagi. 8. vers. Ó Uram! Az emberben születése pillanatától kélyes vágyak élnek, és ez legyőzi érzékei, elméje, élete, teste, vallása, türelme, értelme, szemérmessége, gazdagsága, ereje, emlékezete és igazmondása minden működését. Ezt még egyszer. Ó Uram, az emberben születése pillanatától kélyes vágyak élnek, és ez legyőzi érzékei, elméje, élete, teste, vallása, türelme, értelme, szemérmessége, gazdagsága, ereje, emlékezete és igazmondása minden működését. Magyarázat.
Srimad Bhagavatam kijelenti, Kamam Hridi Rógám. A materialista élet azt jelenti, hogy az embert a kélyes vágynak nevezett szörnyű betegség kínozza, még a felszabadulás nem más, mint megszabadulni a kélyes vágyaktól, mert egyedül ezek a vágyak okozzák, hogy újra meg kell születnünk és meg kell halnunk. Mindaddig, amíg valakinek beteljesületlen kélyes vágyai vannak, újra meg kell születnie, hogy vágyai beteljesülhessenek. Az ember tehát az anyagi vágyak miatt végez különféle cselekedeteket és kap különféle testeket, amelyek segítségével igyekszik beteljesíteni azokat a vágyakat, melyek sohasem elégülhetnek ki. Az egyetlen gyógyír az odaadó szolgálat, ami akkor kezdődik el, amikor megszabadultunk minden anyagi vágytól. Anya bilásita sunyám. Anya abilásita azt jelenti, hogy anyagi vágy. Sunyám pedig azt, hogy mentes tőle. A szellemi léleknek lelki cselekedetei és lelki vágyai vannak, ahogyan a Sri Chaitanya Mahaprabhu leírta. Mama Janmani Janmani Svare Bhavatad Bhaktir Ahaitukit Vai. Az Úr szolgálat iránti vegyítetlen odaadás az egyetlen lelki vágy. Ahhoz azonban, hogy ez a lelki vágyunk teljesüljön, mentesnek kell lennünk minden anyagi vágytól. Vágyak nélkülinek lenni azt jelenti, hogy mentesek vagyunk az anyagi vágyaktól, ez Srila Rupa Goszvámi anyábilásita szunnyámnak nevezi. Amint valakinek anyagi vágyai vannak, elveszíti lelki azonosságát, és ekkor minden, ami az életének a része, beleértve az érzékeit, a testét, a vallását, a türelmét és az értelmét, eltér eredeti Krisna tudatától. Ha valakinek anyagi vágyai vannak, képtelen megfelelően az Istenség legfelsőbb személyisége elégedettsége érdekében használni az érzékeit, az értelmét és az elméjét, stb. A mayavádi filozófusok személytelenné, érzékek és elme nélkülivé akarnak válni, ez azonban lehetetlen. Az élőlénynek élnie kell, léteznie kell, vágyakkal, törekvésekkel, stb. Ezeket a vágyakat és törekvéseket azonban meg kell tisztítanunk, hogy lelkiek, anyagi szennyeződéstől mentesek legyenek. Ezek a hajlamok minden élőlényben jelen vannak, amiatt, hogy mindannyian élőlények vagyunk. Amikor azonban az anyag beszennyez bennünket, az anyagi gyötrődés kezébe kerülünk. Jama Mrityu Jara Vyadi. Ha véget akarunk vetni az ismétlődő születésnek és halálnak, el kell fogadnunk az Úr odaadó szolgálatát. Idézet. A bhakti, az odaadó szolgálat azt jelenti, hogy minden érzékünket az Úr, az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálatába állítjuk, aki minden érzék mestere. Amikor a szellemi lélek a legfelsőbbet szolgálja, két mellékhatás mutatkozik meg. Az egyik az, hogy megszabadul minden anyagi megjelöléstől, a másik pedig az, hogy az érzékei pusztán attól, hogy az Úr szolgálatát végzik, megtisztulnak. 9. vers. Ó Uram, amikor az emberi lény képes lemondani minden anyagi vágyról, az elméjében alkalmassá válik arra, hogy olyan gazdagsággal és kincsekkel rendelkezzen, mint Te. Magyarázat. Az ateisták néha elítélik a baktákat és azt mondják nekik, ha te nem akarsz semmilyen áldást az Úrtól, s ha az Úr szolgálja éppen olyan gazdag, mint az Úr maga, akkor miért kérted azt az áldást, hogy az Úr szolgálja lees? Sridhara Swami megjegyzi, Bhagavatvaya, Bhagavatat Száman, Aishvárjája. A Bhagavatva, vagyis az, hogy valaki olyanná válik, mint az Istenség legfelsőbb személyisége, nem azt jelenti, hogy egyé vagy egyenlővé válik vele, noha a lelki világban a szolga ugyanolyan gazdag, mint a mester. Az Urat a szolgálja, mint szolga, barát, apa, anya vagy szerető szolgálja, s ők mind ugyanolyan kincsekkel rendelkeznek, mint az Úr. Ez ácsintja béda béda tatva. A mester és a szolga különböznek egymástól, kincseiket tekintve mégis egyenlőek. Ez a jelentése annak, hogy a lélek különbözik a legfelsőbb Úrtól, ugyanakkor azonban azonos is vele. 10. vers. Ó Uram, hat fenséggel teljes, ó legfelsőbb személy, ó legfelsőbb lélek, minden gyötrelem elpusztítója, ó legfelsőbb személy egy csodálatos oroszlán és ember formájában, hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat neked. Magyarázat. Az előző versben Prahlád Maharadzsa elmagyarázta, hogy a bakta elérheti a Bhagavatva szintet, ahol olyanná válik, mint a legfelsőbb személy, ám ez nem azt jelenti, hogy elveszti helyzetét, mint szolga. Annak ellenére, hogy az Úr tiszta szolgálja, ugyanolyan kincsekkel rendelkezik, mint az Úr, szolgálata során mindig tiszteletteljes hódolatát kell ajánlania az Úrnak.
Pralád Maharadzsa azon igyekezett, hogy megnyugtassa az urat, ezért aztán nem tekintette magát egyenlőnek vele. Szolgaként látta magát, és tiszteletteljes hódolatát ajánlotta az úrnak. 11. vers. Az istenség legfelsőbb személyisége így szólt: kedves Praládám, a hozzád hasonló bakták sohasem vágynak semmiféle anyagi kincsre, sem ebben az életükben, sem a következőben. Mégis azt parancsolom neked, hogy a démonok királyaként élvezd kincseiket az anyagi világban egészen Manu életének végéig. Magyarázat. Egy Manu életének hosszát 71 júga ciklus teszi ki, amelyet egyenként 4.300.000 év hosszúak. Az ateisták szeretik élvezni az anyagi gazdagságot, és hihetetlen energiával igyekeznek a hatalmas lakóházakat, utakat, városokat és gyárakat felépíteni. Sajnos azonban nem élhetnek tovább 80, 90 vagy legfeljebb 100 évnél. A materialista rengeteg energiát fektet a hallucinációk birodalmának megteremtésébe, mégsem élvezheti azt tovább néhány évnél. Pralád Maharadzsa azonban bakta volt, ezért az úr megengedte, hogy a materialisták királyaként élvezze az anyagi gazdagságot. Pralád Maharadzsa Hiranyakasipu a legnagyobb materialista családjában jött a világra, és mivel apja törvényes örököse volt, a legfelsőbb úr megengedte neki, hogy élvezze azt a birodalmat, amit apja oly sok éven keresztül igyekezett létrehozni, hogy egyetlen materialista sem tudná kiszámítani. Egy baktának nem kell anyagi kincsekre vágynia, de ha tiszta bakta, akkor bőséges lehetősége adódik az anyagi boldogságra, anélkül, hogy ő maga törekedne rá. Ezért mindenkinek minden körülmények között ajánlatos elfogadni az odaadó szolgálatot. Ha valaki anyagi gazdagságra vágyik, ő is tiszta baktává válhat, és akkor vágyai teljesülni fognak. A Srimad Bhagavatam 2.3.10 kijelenti: akár tele van vágyakkal valaki, akár semmire sem vágyik, akár az Úr létébe szeretne belemerülni, csak akkor cselekszik okosan, ha transzcendentális szerető szolgálatával az Úr Krisnát, az istenség legfelsőbb személyiségét imádja. 12. vers. Nem számít, hogy az anyagi világban élsz. Örökké szünet nélkül hallgass az általam adott tanításokat és üzeneteket, és mindig mélyedj el a rólam szóló gondolataidban, mert én vagyok a mindenki szíve mélyén létező felső lélek. Hagyj fel hát a gyümölcsöző cselekedetekkel, és imádj engem. Magyarázat. Ha egy bakta anyagi gazdagságra tesz szert, nem szabad azt gondolnunk, hogy ezzel gyümölcsöző tetteinek az eredményeit élvezi. Az anyagi világban élő bakta minden anyagi kincset az Úr szolgálatában használ, mert örökké azt tervezgeti, hogyan szolgálhatja az Urat gazdagságával, ahogyan az Úr maga tanácsolja. Minden kincset, amivel rendelkezik, arra használ, hogy terjessze az Úr dicsőségét és szolgálatát. Egy bakta sohasem végez gyümölcsöző vagy rituális szertartásokat, hogy aztán az efféle karma eredményeit élvezhesse. Tudja, hogy a karma kánda a csekély értelmű embereknek való. Narottam Das Thakur a Prema Bhakti Chandrikában így szól: karma kanda, gyána kanda, kevala visera banda. A kármakanda és a gyánakanda a gyümölcsöző tettek és a legfelsőbb úrral kapcsolatos spekuláció olyanok, mint a méreggel teli poharak. Aki a kármakandához és a gyánakandához vonzódik, az elvesztegeti emberi létét. Egy baktát ezért sohasem érdekel a kármakanda vagy a gyánakanda. Egyedül az Úr szerető szolgálatával törődik: anukújéna krisnánu silanam, vagyis az odaadó szolgálat lelki cselekedeteit végzi. 13. vers. Kedves Praládám, amíg az anyagi világban leszel, jámbor cselekedeteid valamennyi visszahatását kimeríted majd azzal, hogy boldogan élsz, és jámbor tetteiddel ellensúlyozni fogod a bűnös tetteket. A hatalmas időtényező hatására búcsút veszel majd testettől, ám tetteid dicsőségéről a felső bolygórendszerekben fognak énekelni, te pedig minden kötelességtől tökéletesen megszabadulva hazatérsz vissza Istenhez. Magyarázat. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur azt mondja: évám prahaladya smena sadana siddhatvam nitya siddhatvam cha narada divaj yenam. A baktáknak két csoportja van, a szádana szidhák és a nitya szidhák. Pralád Maharadzsa minden kettőhöz tartozik, mert részben az odaadó szolgálat végzése következtében tökéletes, részben pedig amiatt, hogy örökké tökéletes.
Így aztán az olyan baktákhoz hasonlítják, mint Nárada. Nárada Muni hajdanán egy cselédlány fia volt, és következő életében amiatt, hogy odaadó szolgálatot végzett, elérte a tökéletességet, a szádana szidhit. Ugyanakkor azonban ő nitya szidhi is, mert sohasem feledkezik meg az istenség legfelsőbb személyiségével. A kusaléna szó nagyon fontos. Nagyon kell értenünk ahhoz, hogyan éljünk az anyagi világban. Az anyagi világot a kettősségek világaként ismerik, hiszen az embernek néha bűnösen, néha pedig jámboran kell cselekednie. Noha nem akar bűnösen cselekedni, ez a világ olyan, hogy az ember örökké veszélyben forog. Padám, padám, jád, vipadám. A bakta még az odaadó szolgálat végzése során is kénytelen sok-sok ellenséget szerezni. Maga Prahlád Maharadzsa is tapasztalta ezt, hiszen még apja is az ellensége lett. Egy baktának nagyon ügyesnek kell lennie, hogy mindig a legfelsőbb úrra gondoljon, s így a szenvedés visszahatásai ne érhessék őt. Ez a pápa punya, a jámbor és bűnös tettek ügyes irányítása. Prahlád Maharadzsához hasonló kiváló bakták mind Jivan Mukták, azaz már ebben az életükben, ebben az anyagi testben felszabadultak. 14. vers. Aki mindig cselekedeteidre és az én cselekedeteimre gondol, és aki mindig énekli azokat az imákat, melyeket te mondtál el, az idővel megszabadul az anyagi tettek visszahatásaitól. Magyarázat. Ez a vers elmondja, hogy aki Prahlád Maharadzsa tetteiről és az ő tetteivel kapcsolatban Nriszimhadév tetteiről beszél vagy hall, az lassanként megszabadul a gyümölcsöző cselekedetek minden kötelékétől. A Bhagavad Gita 2.15-2.56 kijelenti. Ó emberek között a legkiválóbb, Arjuna, akit sem a boldogság, sem a boldogtalanság nem zavar meg, s mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelenül méltó rá, hogy felszabaduljon. Aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, akit a boldogság nem mámorít, s aki mentes a ragaszkodástól, a félelemtől és a dűtől, az rendíthetetlen azt rendíthetetlen elmélyű bölcsnek hívják. Egy baktának nem szabad elkeserednie, ha nehéz helyzetbe kerül, és nem szabad nagyon boldognak lennie, ha anyagi gazdagságban van része. Így kell ügyesen irányítani az anyagi életet. Egy bakta tudja, hogyan kell ezt tenni, ezért Jivan Muktának nevezik. Rupa Goszvámi a Bhakti Rasamrita Szindúban megmagyarázza. Idézet. Aki testével, elméjével, értelmével és szavaival Krisna tudatosan cselekszik, más szóval Krisnát szolgálja, az már ebben az anyagi világban felszabadult, noha talán számtalan anyagi cselekedetet hajt végre. A bakta az életében minden körülmények között odaadó szolgálatot végez, ezért mentes minden anyagi köteléktől. Bhakti punati man nista svapakan api sambhavat. Még ha valaki húsevők családjában született is, megtisztul, ha odaadó szolgálatot végez. Bhagavatam 11.14.21. Srila Jiva Goszvámi ezt a verset idézi, hogy logikus bizonyítékkal szolgáljon arra, hogy aki Prahlád Maharadzsa tiszta életéről és cselekedeteiről énekel, az megszabadul az anyagi tettek visszahatásaitól. 15., 16. és 17. vers. Prahlád Maharadzsa így szólt. Ó legfelsőbb úr, mivel oly kegyes vagy az elesett lelkekhez, kérek tőle csupán egyetlen áldást. Tudom, hogy apám a halála idején megtisztult, hiszen rávetetted pillantásodat. De nem ismerte csodálatos hatalmad és felsőbbrendűséged, ezért minden ok nélkül haragot táplált irántad, mert azt hitte, te ölted meg a fivérét. Nyíltan gyalázott téged, minden élőlény lelki tanítómesterét, és ezzel súlyos bűnt követett el ellenem, baktád ellen. Szeretném, ha bocsánatot nyerne vétkeiért. Magyarázat. Hiranyakasipu ugyan nyomban megtisztult, amint az úr az ölébe emelte és ránézett, Prahlád Maharadzsa azonban az úr szájából akarta hallani, hogy indokolatlan kegyéből apja megtisztult. Prahlád Maharadzsa ezt az imát az apja kedvéért mondta az úrhoz. Vaisnava fiú volt, ezért bármennyire is kínoszta őt az apja, nem tudta elfelejteni iránta érzett szeretetét. 18. vers. Az istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Kedves Prahládám, ó legtisztább, ó nagy szent! Apád megtisztult, családod 21 ősatyával együtt. Amiatt, hogy ebben a családban jöttél a világra, az egész dinasztia megtisztult.
magyarázat. A tri szaptabi szó azt jelenti, hogy 3x7. Az ember a családjában vissza tud tekinteni 4-5 generációig, a dédapjáig, vagy akár az ükapjáig. Az úr azonban 21 ősatyát említ, és ez arra utal, hogy az áldás más családokra is érvényes. Mielőtt jelenlegi családunkban megszületünk, bizonyára más családokban is világra jöttünk. Amikor tehát egy vajisnava megszületik egy családban, az úr kegyéből nem csak azt a családot tisztítja meg, hanem előző születéseinek családjait is. 19. vers. Bárhol és bármikor éljenek békés, egyenlő szemléletű bakták, akik szépen viselkednek, és akiket jó tulajdonságok ékesítenek, az a hely és azok a családok még akkor is megtisztulnak, ha kárhozatra vannak ítélve. Magyarázat. Bárhol is legyenek nagy bakták, nem csak ők és családjuk, de az egész ország megtisztul. 20. vers. Kedves Praládám, Daitják királya! Az én baktám amiatt, hogy ragaszkodik odaadó szolgálatomhoz, nem tesz különbséget alacsonyabb és magasabb rendű élőlények között. Soha semmilyen tekintetben nem irít senkire. 21. vers. Akik példádat követik, azok mind természetes módon tiszta baktáim lesznek. Baktáim között te vagy a legkiválóbb, és mindenkinek a te nyomdokaidat kell követnie. Magyarázat. Ezzel kapcsolatban Srila Madhvácsárja a Skanda Puránából idéz egy verset. Hát itt van egy szanszkrit vers, ezt most nem olvasom végig. Az Istenség legfelsőbb személyiségének nagyon sok baktája van. A Srimad Bhagavatam 6.3.20 a következőképpen sorolja fel őket. Hát ezt felolvasom. Svayambhur Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vajyashakir Vayam. A 12 felhatalmazott bakta, az Úr Brahma Narada, az Úr Shiva, Kapila, Manu és a többiek közül Pralád Maharadzsa a legkiválóbb példakép. 22. vers. Kedves gyermekem, apád már attól megtisztult, hogy a halála pillanatában a testem hozzáért. A gyermeknek azonban az a kötelessége, hogy apja halála után elvégezze a sráda, rituális szertartást, hogy apja felemelkedvén egy olyan bolygórendszerbe kerülhessen, ahol jó polgár és jó bakta lehet. Magyarázat. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy bár Hiranyakasipu már megtisztult, mégis meg kellett születni egy felső bolygórendszerben, hogy újra bakta lehessen. Pralád Maharadzsa azt a tanácsot kapta, hogy illendőségből végezze el a rituális szertartást, mert az Istenség legfelsőbb személyisége semmilyen körülmények között nem akar a szabályozó elvek útjába állni. Madhva Muni szintén ezt tanítja. Madhukaitabau Bhakti Abhava Durau Bhagavato Mritau Tama Eva Karmad Aptau Bhaktiya Ched Yo Harin Yayau. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége végzett Madhu és Kaitaba démonokkal, rokonaik szintén elvégezték a rituális szertartásokat, hogy a démonok hazatérhessenek vissza Istenhez. 23. vers. A rituális szertartások elvégzése után vedd kezedbe apád birodalmának irányítását. Foglald el a trónt, és ne hagyd, hogy az anyagi cselekedetek megzavarjanak. Elmédet függesz rám, a formaság kedvéért végezhetett kötelességeidet, anélkül, hogy megszegnéd a védák parancsolatait. Magyarázat. Amikor valaki bakta lesz, többé nem kell betartani a védikus szabályokat. Az embernek számtalan kötelessége van, ám ha kialakult benne a teljes odaadás az Úr iránt, akkor nincsenek többé efféle kötelezettségei. A Srimad Bhagavatam 11.5.41 kijelenti. Aki teljesen meghódolt az Úr lótuszlábának, az többé nem adósa az ősatyáinak, a nagybölcseknek, az emberi társadalomnak, a közönséges embereknek és egyetlen más élőlénynek sem. Az Istenség legfelsőbb személyisége azonban mégis azt tanácsolta Pralád Maharadzsának, hogy tartsa be a szabályokat, hiszen ő lesz a király, és így mindenki követni fogja a példáját. Az Úr Nisimhadev ezért azt javasolta neki, hogy végezze úgy kötelességeit a politikában, hogy az emberek az Úr baktáivá válhassanak. Idézet, bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával,
az egész világ követi őt. Bhagavad Gita 3.21. Nem szabad ragaszkodnunk semmilyen anyagi tevékenységhez, ám egy bakta végezhet ilyen tetteket, hogy példájával megmutassa a közönséges embereknek, a védikus utasításoktól nem szabad eltérni. 24. vers. Sri Narada Muni folytatta. Prahlád Maharadzsa az Istenség legfelsőbb személyisége parancsának megfelelően elvégezte apjáért a rituális szertartásokat. Ó Yudhisthira király! A brámanák irányításával aztán Prahlád Maharadzsa Hiranyakasipu birodalmának trónjára emelték. Magyarázat. A társadalom 4 csoportra, brámanákra, ksatriákra, vaisiákra és sudrákra való felosztása nagyon fontos. A versből láthatjuk, hogy noha Prahlád minden tekintetben tökéletes volt, mégis követte a brámanák utasításait, akik elvégezték a védikus szertartásokat. A társadalomban tehát lennie kell egy nagyon intelligens vezető rétegnek, akik jól ismerik a védikus tudományt, és éppen ezért úgy vezetik az embereket, hogy kövessék a védikus elveket, és így fokozatosan tökéletessé válhassanak, valamint alkalmassá arra, hogy hazatérjenek vissza Istenhez. 25. vers. A többi félisten koszorújában az Úr Brahma arca ragyogott, mert az Úr elégedett volt. Transzcendentális szavakkal aztán imádkozni kezdett az Úrhoz. Következő alkalommal a 26. verstől fogjuk folytatni. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandei, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai, köszönöm, hogy meghallgattál, Hari Krishna, Hari Hari Bol.